Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Hit Televízió minden kedves nézőjét, köszöntöm mindazokat, akik advent harmadik hétfőjén is minket választottak, és köszönöm eddigi észrevételeiket és véleményeiket is. Elérhetőségeink továbbra is a jól ismertek, 0670639107 és az info@bacsmedia.hu, ide várjuk továbbra is majd véleményeiket. És akkor kezdjük a Bacsi Krónikát, nézzük, mi minden fér bele a mai adásba. Az édesanyja szerint a legnagyszerűbb érzés, hogy a helyiek támogatják éber kómás lányát. Jótékonysági estet tartottak a művelődési központban. A szakmák jó részéről alig tudnak valamit a fiatalok. Szakma mustra és előadások segítették őket az Európai Szakképzési Héten Barcson is. Nem mind arany, ami fénylik, sokan a kézi készítésű ajándékokat részesítik előnyben, nekik is adtak tippeket Drávaszentesen. Horváth Misélvel kezdődött a közmeghallgatás, és kultúráért elismerést kapott a Barcsi Horváth Nemzetiségi Önkormányzat Podravina Hagyományőrző Egyesülete. Furcsa hármas a könyvtárban, hitről, politikáról és életszemléletről is beszélgetett a politikus, az újságíró és a plébános. Utolsó csobbanás a téli pihenő előtt, a Barcs kupáról éremesővel mehettek haza a helyi úszók. Barátság, játék és gólok, 7 csapattal elrajtolt az idei teremlabdarúgó bajnokság. Teltház fogadta a hétvégi jótékonysági hangverseny fellépőit a Barcsi Móricz Zsigmond Művelődési Központban. A 2 órás előadáson a zenéjé és az adakozásé volt a főszerep. A 36 éves Katalinnak egy speciális gégekanül szívóra volt szüksége, ezért indult a gyűjtés Barcson. A városlakók közül többen nem tudtak elmenni a koncertre, de támogatójegy vásárlásával ők is segítették a fiatal beteget. Mint a fecske repülj messze földre, színarany szárnyú gondolat repülj el, énekelte a Bárdos Lajos kórus Verdi Nabucco című operájából a Rabszolgák kórusában. Majd folytatták, keljen életre mindenki száján, szájon bátran a feltámadt ének, adjon hangot e sorsűzött népnek, mely a bús szívbe új lángot gyújt. A szép múltra és a reménnyel teli jövőre is gondolt Kistai Éva azon a jótékonysági hangversenyen, melyen az ő éberkómás lányának az ápolására gyűjtöttek barcsi művészek. És mint megfogalmazta, valóban új lángot gyújtott szívében ez az est. A rendezvény főszervezője a Barcsi Orfeum társulat volt, akitől nem idegen a jótékonykodás. Így van, tehát nem ez az első jótékonysági hangversenyünk. Jótékonykodtunk már a Deák iskolának, a Szivárvány iskolának és sportegyesületeknek, tehát nem ez az első ilyen forma támogatásunk. A fellépéssel való segítségnyújtás nem idegen a zeneiskola tanáraitól sem, a helyi művészektől és énekesektől sem. Az előző években is sikerült bajba jutottakat támogatniuk. Az Orfeum együttes már gyakran csinált ilyen jótékonysági rendezvényt, de most mellszélességgel álltak mellénk a többi művészeti csoportok is, hisz ilyen tragédiában, ami ezzel az anyukával, Varga Évával történt, úgy gondolom, hogy mindenkinek sokkal jobban megnyílt a szíve. Ugyanezt kérték az elmúlt hetekben a barcsiaktól is, nyissák meg szívüket. Egy családi tragédia, egy beteg édesanya, és karácsony közelettével ez nem nehéz. Példaértékű, hogy a városban teltházas jótékonysági rendezvényt sikerült megszervezni. Ezt a munkát Vértes György kezdte, hisz őt kereste meg Kistai Éva, a 3 éve éberkómában fekvő Varga Katalin édesanyja. Igen, valóban a Vértes Gyurihoz fordultam, ennek elsőlegesen az az oka, hogy őt ismertem legjobban. Tehát a városban, aki tudtam, hogy
kapcsolatban van a művelődési házzal, és hát ugye a zenészekkel is. Megkértem a Gyurit, hogy mivel megyünk kórházi kezelésre, és szükségünk van most egy nagy teljesítményű szívógépre a Gégek Kanülhöz, meg hát vannak tartozásaink is, hogy nem segítene abból, hogy egy jótékonysági koncertet összehozzanak a Vatikánon. A Gyuri azonnal igent mondott, és egy héten belül már mindenki mozgolódott, tehát mondta, hogy a Kriszta is teljesen föl van dobva, és hogy mindenki a fellépők is mind azonnal igent mondtak. És ez olyan örömmel töltött, mert ez Barcson történik. Tehát ez azokattól az emberektől, akiket azért ismerek nagyjából, hiszen 40 éve itt élek. Ám nem csak az összefogás, de a fellépés is példaértékű. Minden szereplő a maximumot hozta ki magából, és tényleg igazi, kulturális csemegét kapott ajándékba a közönség. Az Orfeum mellett szerepet a Bárdos Lajos gálakórus, Györfi Dávid és Molnár László énekkel, a Virtuózokból Balten Kármen, mint ment a hírekben is, ő ma Sárváron lett volna, de ő ezt lemondta, mert azt közölte velem, hogy ő a Barcsi jótékonysági koncertet választja. És így jött létre ez a több mint két órás műsor, ami úgy gondolom, hogy elég szívmelengető volt, és úgy éreztem itt a koncert alatt, hogy ez az ország bármely színpadán megállná a helyét. Voltak pillanatok, amikor elsírtam magam. Nem a gesztustól, hanem annyira csodálatosak voltak az előadók, hogy kijöttek a könnyeim. Szeretném mindenkinek megköszönni, szervezőknek, Barcsi Művelődési Központnak, ezen kívül, akik még segítettek a szervezésbe, az előadóknak, nyilván mindenkinek, aki eljött, annak is, aki támogató jegyet vett, és nem szeretném azokat csak kihagyni, akik a Facebookon írnak nekem, mikor benn vagyunk egy-egy műtéten, és teljesen egyedül érzem magam, és a kódainak 50-100-an Éva imádkozunk, értetek? Éva, veletek vagyunk, mert olyankor arra van a legnagyobb szükség, olyankor nincs semmi másnak értelme, csak annak, hogy tulajdonképpen túléli, vagy nem éli túl. Sajnos megint ez a tét, hisz újabb műtéten esett át Katalin, illetve egymás után kettőn is. Az elsőt várták, a másik életmentő volt egy fertőzés miatt. Viszont a biztonságos ápolást nagyban segíti majd az új Gégek Anül szívó berendezés, mely a jótékonysági esnek köszönhetően most már megvásárolható. A Kaposvári Szakképzési Centrum minden tagiskolája kapcsolódott az Európai Szakképzési Hét program sorozatához, így a két Barcsi tagintézmény is. A Barcsi Ipari és Kereskedelmi Szakközépiskolában szakmákat vonultattak fel, a Dráva Völgye Szakgimnáziumban pedig többek között kutatási eredményekről is tartottak előadást. A Dráva Völgye Szakgimnázium az alapszakmák köré építette fel a programsorozatát a szakmai hét során. A különböző tagozatok tanulói közül mindenki kapott egy kis pluszt ezen a napon, ezt célozta meg a cím is, Szakmák erdőben és vízem. Itt a könyvtárunkban 2 órától 3 előadást láthatunk egymás után. 2 erdészeti témájú, a 3. pedig vízügyi témájú. Ezen kívül volt még párhuzamosan futó 2 program az informatika, illetve turisztikai képzéshez kapcsolódóan. Ez utóbbiak például a Nemzeti Parkba indultak egy látogatásra a Drávaszentesi Oktatóközpontba. És az informatikusaink pedig azon dolgoznak, hogy összerakjanak itt a mai délután egy olyan filmet, ami a Dráva Völgye képzéseit fogja reklámozni a diákoknak, tehát ilyen jó kis PR film készítése a célja, és abban is ugye az informatikai szakképzés népszerűsítése. Ezek a programok azonban most már a meglévő diákoknak szólnak. Itt van például az első előadás, egy pályázati kimenetről szóló beszámoló, amely egy már megvalósult pályázati eredmény nagy nyilvánosság előtti ismertetése. A Nemzeti Tehetségkutató Program támogatásával sikerült feltérképezni Barcs Középrikóc környékét, és ott megszámolni a ragadozó emlősök populációját. 1000 hektárt vizsgáltunk, a legnagyobb egyetszámban a bors van a területen, utána következik a róka, és aztán a sakál. Kölyköket nevelő borscsaládokból hetet találtak,
rókából 5-öt, sakából pedig 3 családot, mely nem hangzik nagy számnak, mégis jelentősnek tekinthető 1000 hektára vetítve. Mivel nincsen viszonyítási adatunk, tehát ezért nem tudjuk megmondani, hogy sok vagy kevés, tehát ez egy hosszú távú vizsgálat eredménye lenne, hogy egy adott területen hogyan változik egy populációnak az egyed száma. A novemberben előadásokkal, terepi vizsgálatokkal induló pályázatban 18 diák vett részt, a 12. évfolyamról 11, a 10-ről pedig 6 diák. A felmérés során végigjárták a teljes területet, kotorékokat vizsgáltak, fotóztak, feljegyzéseket készítettek, és ebben a munkában további érdeklődő diákok is részt vehettek. A terepi felmérés 500 emberórát vett igénybe. A gyerekeknek a szakmája, tehát vagy erdészeti, vagy vadászati vonalon fognak elhelyezkedni, tehát is úgy gondolom, hogy nagyon sok új ismerettel és tapasztalattal gazdagodtak itt a pályázat során, tehát megismertek új módszereket, eszközöket például egy ilyen állományfelméréshez, és hát személyes élményeket, tapasztalatokat szereztek, úgy gondolom, hogy mindenképp tehát jól hasznosíthatják majd a továbbiakban. Az első előadás tehát egy már megvalósult pályázati munka beszámolója volt Sejem József tanár úr vezetésével. A második előadáson Kemenszki Pétertől, a Somogy megyei vadászati kamara elnökétől hallhattak tájékoztatást a vadászati törvény változásairól, illetve annak hatásairól az iskola életében. A harmadik előadás, ahogy mondtam, a vizeseknek szól, az pedig elsősorban a vízügyi életpálya modell mentén mutatja be a lehetőségeket a diákoknak. A meghívott előadóink közül mind a kettő, jobban mondva, volt tanítványunk volt. Az egyik Ben Zoltán, a Somogy megyei Hidrológiai Társaságnak a titkára, a másik pedig Gorján Ferenc, a DRV főosztályvezető helyettese. Miután a beiskolázási tevékenységen már túl vannak, megvolt a nyílt napjuk, részt vettek szokásos módon a pályaválasztási kiállításokon, az általános iskolákat is megkeresték többféle módon, így ezek az előadások elsősorban az iskola tanulóinak szóltak. Jó példa erre az életpálya modell, de az is cél, hogy olyan témákat tudjanak ilyenkor kínálni, melyek az oktatás folyamán nem kapnak központi szerepet, mint például a vadászati törvény, de az elért eredményeknek is nagyon jól jött egy kis fórum. Szakmai hetet tartottak a szakmunkás képzőben, ahol még karácsonyi praktikákkal is találkozhattunk. Például megtudtuk, hogyan kell készíteni egy ablakos csomagolást. Érdemes végignézni a képeket, mert tényleg pofon egyszerű, csak követni kell a látottakat, használni a rejtett ragasztót, és pikpak kész is, akár csak a dióval töltött tejszínes csokoládéval és porcukorral szórt gundel palacsinta, rummal leöntve és flambírozott édességként, lángoló palacsinta formájában tálalkozott. No és akkor még csak két standnál jártunk a sportcsarnokban kialakított mini expón. Az Európai Szakképzési Hétnek, a Barcsi Szakképzőiskolának a jelenlegi mai programja zajlik itt. Egy országos projekt, ahol minden szakképzőiskola megpróbálja megmutatni azt a hallgatóknak, a tévénézőknek, hogy milyen szakképzések vannak, illetve a szakmára felhívni a figyelmet, hogy a pályaválasztók, a szülők, a felnőttek esetleg, akiket érdekel egy szakképzés, az egyáltalán kicsit reflektorfénybe kerüljön, egy kicsit felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szakképzés is jelen van, jelen az életünkben, és egy fontos eleme. A szakképzési hét Barcsi eleme egy több hónapos folyamat záró része. Ezen beiskolázási időszakban a képzések minden elemét, minden spektrumát megpróbálták a diákok, szülők, pályaválasztók, felnőttek, tovább tanulni vágyóknak bemutatni, vagy épp hogy a szakképzés a jelenlegi helyzetében a munkaerőpiacon milyen lehetőségeket kínál és milyen további lehetőségeket nyújt. Ugyanis a szakképzés nem zsákutca. Nyolcadikosnak 3 év után 2 év érettségi plusz továbbtanulás. A második szakma ingyenes, munkavállalóknak munka mellett, a munkanélküliek átképzése teljesen támogatott, a szakképzés helyzetéről tehát százféleképp lehet beszélni, mondta az igazgató. Igazából a mai nap erről szól, hogy a szakképzés minél szélesebb körben, minél folyamatosan jelen legyen a közéletben, és azt az emberek érezzék és tudják. Egyébként van is ennek hatása, mert tavaly évben kezdődött igazából ennek a hosszas és erőteljes kormányzati kampánynak az elindítása, és most már a létszámokban is és a felnőtt oktatásban résztvevő felnőtteknek az igényeiben is látszik, hogy igen, erre országosan jelentős igény van.
Jelen vannak a speciális kínálatok, hiányszakmák, mint például a Barcsi Szakmunkás Képzőben 2 éve újraindult női szabóképzés. A 2 évfolyamon közel 20-an tanulják ezt. Megtanulják a textíliák kezelését, a különböző ruházati termékek alkatrészének az elkészítését, és összeállítani a ruházati termékeket. Megtanulnak lakástextíliákat készíteni, textiltermékeket, és ebből kifolyólag elég nagy lehetőség áll rendelkezésükre későbbiek folyamán, hogy a szakmába el tudjanak helyezkedni. Ez lehet akár helyben szabásvarrást vállaló méteráru volt, varroda, de önálló munkavégzésre is képesek kisebb-nagyobb javításokat végezni, vagy vállalkozóként ruházati termékeket is gyárthatnak. A vasas szakma, az autóipar, az autógyártás miatt lehet kedvelt a fiúk számára. 8. osztály után inkább ugye a karosszérőlakatos és ugye a szerkezetlakatos szakmát választják, méghozzá, mert ugye tetszik nekik maga a fémipar, meg ugye esetleg éreznek magukba egy ilyen kihívást, hogy ezt a szakmát szeretnék megtanulni. Célirányosan ugye a karosszéria lakatos szakmát, vagy hogyha esetleg érettségit szereztek, ugye az autószerelő szakma iránt érdeklődnek. A munkavédelmi és szakmai ismeretek mellett itt megismerkedhetnek a szerszámokkal, azok használatával, a rajz utáni gyártással, melyek során nem csak a minőségre van szükség, hanem a kreativitásra is. Akár csak a szakácsképzés esetén. Itt is az alapanyag és a recept ismeret mellett a különböző hőkezeléseket, sütési, főzési praktikákat is elsajátítják, vele együtt a tálalás fortéja is például, mindent a vendégért címszóval. Megtanulják például... Otthon elkészített ételek és az éttermi ételek között mik a különbségek, az alapanyagokat hogyan párosítjuk egymással, és egy menüsort hogy kell összerakni. Például egy hideg menüsort, vagy egy meleg étel menüsort. Képzési idő az 3 év, heti 1 napot vagyunk gyakorlaton, és 4 napot iskolában. S hogy miért választja valaki ezt a szakmát? Megtetszett nagyon a különböző tévés műsorokból, meg hát szeretek enni. Az elmúlt 8 nap során a környék iskoláiból 300 diák vett részt a tájékoztatókon, ezen a nyílt napon pedig a tanulók, a látogatókat kisebb ajándékokkal, hűtőmágnessel, kústartóval, édességgel is tollal lepték meg. A szakács tanulók szendvicssel és palacsintával készültek a vendégek fogadására. Az asztalosok standjánál pedig készült a tolltartó, mégpedig egy nagyon ritka fából, vadmegyből és mévjasszal vonták be. Ugye korábban csak bútorasztalos képzésünk volt, most már ugye teljes általános, tehát épület és bútorasztalos képzés folyik, tehát gyakorlatilag a bölcsőtől a koporsóig igazából bármit meg fognak tudni csinálni. Ez a bútoroktól, ülő-fekvő bútorokig, szekrényekig, illetve hát a nyílászárókkal bezárólag ajtók, ablakok, egyéb lépcsők, falburkolatok. Tehát ez egy teljesen átfogó és széles körül. Tehát tulajdonképpen a teljes asztalos paletta ebben a mostani új oktatásban már megtalálható. Ezt a szakmát nem kényszerből, hanem valamilyen indítatásból választják a fiatalok, és szeretik is. Ez még nem zárja ki a lehetőségét annak, hogy vannak, akik csak melegedni járnak ide, ám az utóbbi időben megváltozott a szakmunkások megítélése, és ez ösztönzően hathat a fiatalokra is. A képzőhelyen egyébként nagy hangsúlyt fektetnek az egyéni képességek fejlesztésére is, ez is bemutatkozott a kiállításon, egy kifejezetten erre az alkalomra íródott repszám formájában. Ahogy közeledik az évvége, egyre több intézménynél és szervezetnél tartanak évadzárót, évértékelőt, így voltak ezzel a horvát nemzetiséghez tartozók is itt Barcson. A Barcsi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a téma kapcsán a vendégem Csende Jánosné, akit nagy szeretettel köszöntök, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És akivel régi ismerettség kapcsán tegeződni fogunk. Itt én ott kezdeném, hogy ez a ti évzárótok, ez egészen érdekesre sikeredett, mert hogy egy horvát nyelvű mise előzte meg az évértékelőt és az évzárót. Igen, úgy alakult ki ez a program tervezet, hogy régen volt Barcson horvát mise, történetesen 2009-ben, és mert akkor rendezték itt Barcson az Országos Horvát Napot, itt rendeztük Barcson, és azelőtt se, tudomásom szerint, meg azután se. Így az önkormányzatunk tagjaival, a képviselőtestület tagjaival úgy beszéltük meg, hogy legyen itt advent kapcsán egy kicsit színesebb, egy kicsit szebb,
és próbáljuk összeszedni így a közösségünk tagjait egy horvát misével és egy horvát pappal. Aki Pavlekovics Ferenc Aki volt. Pavlekovics Ferenc volt, illetve ő a papunk, aki Tótújfaluból származott el, és hát nagyon nagy szeretettel jött közénk. A Desperes úr még meg is egyezte, hogy az atyát bizonyít nagyon szeretik. Hát mindenki ismerte. Ugye a szertartás után nagyon sokan oda mentek hozzá, régi ismerősök, falubeliek, volt osztálytársak, és ahogy elnéztem, az idősek is. Igen, igen. Az idősek közül többen el is járnak Pécsre, amikor horvát mise van. Minden hónapban egy alkalommal horvát misét tart. Ő a kertvárosi plébániának a plébánosa is. Mielőtt áttérnénk a közmeghallgatásra, meg kell, hogy kérdezem, kit sikerült megszólítani ezzel a programmal, mert nem csak barcsiakat láttunk a templomban. Minden alkalommal meghívókat küldünk el, és ezt többször is el szoktam mondani minden fórumon, tehát a drávamenti horvát közösséget mi egy csapatnak, egy közösségnek érezzük, tehát megyehatároktól függetlenül mindenkit meghívott minden programunkra, és egyben, mint a megyei horvát önkormányzat elnöke is kötelessége, hogy ne csak a Barcs lakosságát, illetve a barcsi horvátokat, hanem az egész megyét, sőt a drávamentét közösséggé formáljuk és összetartsuk. Igen, és jöttek is el Vízváról, Heresznyéről, Tótújfaluból, Potonyból, és nem csak a barcsi horvátok, a barcsiak közül, hanem nagy örömömre szolgált, hogy magyar hívők is eljöttek a horvát misére. Pont ezt a közösséghez tartozást emelte ki a Szentbeszédben is Pavlekovics Ferenc, aki azt mondta, hogy kellenek ezek a rendezvények, és kell az, hogy az anyanyelvükön mondják el a régi tanult imákat, és idézzék fel a régi hagyományokat, mint ahogy ti is felidéztétek, igen, advent lévén a karácsonyi hagyományokat a mise végén a templomban. Igen, igen, ezt meglepetésként szántuk, ez a polezsá, és azt mutattuk meg, hogy régen hogyan vártuk a kis Jézus születését, hogyan ünnepeltük ezt meg, és megmutattuk, hogy amik mik kerültek az asztalra, meg hogy miért, és akkor a vége volt igazán nagyon érdekes szerintem sokunk számára, hogy dudaszóval jöttek a pásztorok, és boldog, kellemes karácsony ünnepeket kívánni mindenkinek. A dudaszó is meglepetés volt, és azt hiszem, hogy az is komoly érdeme a barcsi hagyományőrzőknek, hogy a Vízin zenekar is itt volt ezen a rendezvényen. Igen, hát nem kimondottan a Vízin zenekar, hanem Vízvári Zoltán és zenekara, és hát a tamborás mise volt, ami úgy gondolom ez különleges volt. Bár mi fönn voltunk a kóruson, mi énekeltük a kórusban a mise énekeket, úgy nem hallottuk, talán egymástól nem hallottuk, hogy az hogy hangzik len, de mindenki oda jött hozzánk és megdicsért. Tehát én megmondom őszintén, hogy a mise végén meg is hatottam, alig tudtam befejezni a meghívást, a közösséget meghívtuk még a további programunkra, mert nem csak misét tartottunk, hanem közmeghallgatást is utána. Térjünk is át gyorsan a közmeghallgatásra. Ugye nagyon tartalmas és nagyon szép volt ez a mise a Barcsi Római Katolikus Templomban. Hasonlóan tartalmas volt az év is, 2016? Én úgy gondolom, hogy igen, és nem csak ez az év, most már elmondhatom, ezek az évek. Nagyon jó kis közösségünk van, és hál' Istennek nem csak nekem célom az, hogy próbáljuk összetartani az embereket, a horvátokat, hanem mások is így gondolkodnak, és ezért van az, hogy minden rendezvényünkre, nem csak a Balcsira, akár Potonyiakra, és ők is így gondolkodnak, hogy mindenkit meghívunk, mert ha mi nem megyünk el a saját rendezvényeinkre, kit várunk oda? És bizony szép számmal összejövünk mindenütt. Vegyük sorra az eseményeket, bár részletesen itt ezen a fórumon nincs lehetőségünk arra, hogy mindenről beszéljünk, de azért tartsunk egy gyors leltárt. A teljesség igénye nélkül talán. Minden évben az első nagy rendezvényünk ez a február elején megrendezésre kerül régiós horvát bál. A 2016-os is nagy sikerű volt, hiszen több mint 300-an gyűlnek össze. Most már elmondhatom, hogy határon túlról is mindig van legalább 20-30 ember, és
Igen, és már kérdezik, hogy mikor lesz, és mondtam is, hogy készüljenek, mert február 4-én lesz a következő horvát bálunk. Aztán a többi, még egy nagy rendezvényünk van, az októberben van, de most annyira nem szaladnák előre, hanem a kulturális rendezvények az, ahova mi is eljárunk, meg minket is meghívnak. Én úgy gondolom, hogy nem csak elmenni kell, hanem társszervezőként is részt venni. Hitéleti programjaink vannak, zarándoklatunk volt Magyarországon és horvátországi Molvéba is, sportrendezvényeink vannak, Potonyban van amit nagyon szeretnek a focisták és a fiatalok, ez a lámpafény melletti éjszakai kispályás foci. A mi programunk pedig az októberi tekeverseny, amire szintén szívesen eljönnek, és minden megyei horvát önkormányzat képviselteti magát. Most, ami nagy programnak gondoltuk az idei évben, éppen ez az adventi ünnepekkel kapcsolatban ezt a horvát misét próbáltuk, és hál' Istennek sikerült megszervezni. És akkor úgy gondoltuk, kössük össze a közmeghallgatással, így akkor többen is eljönnek, mert azért én arra is büszke vagyok, hogyha megnéznénk a többi önkormányzatoknak a jelenléti éveit, hogy hányan jelennek meg a közmeghallgatásokon, akkor én úgy gondolom, mi kimagaslóan az elsők között vagyunk. 80-an voltunk most is. Hány rendezvényen voltatok az idei évben a hagyományőrző csoporttal? Hát mi úgy érezzük, hogy minden hétvégén, és ez nem vagyok messze az igazságtól, szinte nem volt hétvége, ahol nem hívtak meg bennünket, és hát szeretnék egy kicsit eldicsekedni is, mert volt ugyancsak egy nagy rendezvény novemberben, az Országos Horvát Nagykanizsán került megrendezésre, és a Podravina Horvát Hagyományőrző Egyesület díjban részesült a kultúráért. Gratulálunk. Köszönjük ehhez. Szépen. És akkor most a pihenés jön? Nem egészen, mert december 18-a a Nemzetiségek Napja, és mi mindig ugyanezen a napon ünneplünk, hogy így mondjam, megünnepeljük magunkat, mert erre is szükség van, én úgy gondolom, hogy ne csak a szürke hétköznapok, hanem egy kicsit ünnepélyesebb napok is jöjjenek. Hát akkor mi 18-án ezt meg is tartjuk, ezúttal Potonyba kerül megrendezésre, itt a társ szervezéssel együtt a Potonyi Horvát Önkormányzat és a Somogy megyei Horvát Önkormányzat az, aki ezt a napot rendezi, ott is bemutatjuk ezt az adventi kis műsorunkat, és akkor van még egy, december 23-a, az már tényleg ott a karácsonyfa közelében leszünk, akkor lesz első alkalommal rendezi meg itt a Drávamenti közösség a bozsicsni koncertet, és ez most Felsőszentmártonban lesz. Aztán már itt az év vége. Sok sikert kívánok nektek a következő évhez, kívánom, hogy őrizzétek meg ezt a lendületet, legyen továbbra is ambíciótok, és mindenki ugyanolyan lelkes tagja legyen ennek a csapatnak, mint volt. Köszönöm nagyon szépen mindenkinek, azoknak is, akik eljöttek a rendezvényeinkre, és azokat is, akiket várjunk, mert még sokan vannak azok, akik csak úgy mondják, hogy tényleg volt rendezvény, igen, vagy nem tudom, hogy miért nem jönnek el, hiszen nyitottak vagyunk, mindenkit szívesen várunk. Köszönöm szépen a beszámolót. Én is köszönöm szépen. A kézzel készített ajándéknak nincs párja. Sokan tartják ezt így azok közül is, akik hétvégén a Drávakapu Bemutató Központnak a kézműves foglalkozásán vettek részt, barkácsoltak, ügyeskedtek az ünnep előtt. Drávaszentesen már-már hagyomány a karácsonyi időszakban, hogy kézműves programokat szerveznek a Drávakapu Bemutató Központ munkatársai. Idén sem történt ez másképpen. Az intézmény munkatársai ezúttal karácsonyi képeslapokhoz szükséges alapanyagokat biztosítottak az érdeklődő gyerekek számára. Bár az idei évben kisebb volt az érdeklődés, mint tavaly, a hangulatra semmiképpen nem lehetett panasz. Bár főként gyerekeket vártak a kézműves foglalkozásra, a felnőttek között is akadt olyan, aki kedvet kapott a barkácsoláshoz. Én most először vagyok itt a közösségi házban ilyen programon. Ünnep előtti készülődés van, és nyugdíjas pedagógus vagyok, és technika szakos lévén
sok évtizeden keresztül a gyerekekkel az iskolai tanórákon is készítettünk karácsonyhoz kapcsolódó nagyon szép dolgokat, és úgy gondoltam, hogy ma részt veszek itt a közösségi házban ezen a programon, és nagyon szívesen segítek a gyerekeknek, és magam is alkotok valami alkalomhoz illő szép dolgot, amit szeretnék itt majd elajándékozni valamelyik gyermeknek. A karácsonyi díszek készítéséről van szó, nem feltétlenül kell a legbonyolultabb technikákban gondolkodni. Akár teljesen hétköznapi anyagokból is lehet olyan tárgyakat készíteni, ami méltó dísze lehet a lakásnak. Drávaszentesen is főleg erre törekedtek a szervezők. Olyan hétköznapi eszközöket biztosítottak az alkotni vágyóknak, mint a színes papír, ragasztó vagy éppen a fonal. Ahogy most látjátok, képeslapokat készítünk, ahogy minden évben eddig. Mi most körülbelül már talán negyedik vagy ötödik alkalommal vagyunk jelen ezen a meghitt hangulatú eseményen. Gyönyörű képeslapokat készítettünk mindegyik évben, mindig teljesen más a szisztéma. Most például a gyerekek, illetve hát a szülők, felnőttek választhatják ki azt, hogy milyen színű papírból hajtogatjuk a képeslapot, és ezt különböző technikákkal, illetve előre elkészített alakzatokkal, szarvasokkal, ahogy itt is láthatjátok, ilyen gyönyörű angyalkás dekorációkkal lehet kidíszíteni. És hát természetesen mindenki, ahogy maga látja, illetve maga gondolja, apróbb változtatásokkal, illetve eltérésekkel kigondolhatja a saját maga verzióját. És Karola, te miért csinálsz? Hát én... Nem tudom, én egy ilyen szülinaposat próbálok, meg egy ilyen karácsonyosat, de szerintem nem fog sikerülni. És hogyan álltál neki, hogyan találtad ki, hogy mi legyen itt? Hát már most lesz december 22-én a szülinapom. Viszont nem csak a lányok ügyeskedtek drávaszentesen. Balázs és Bence szintén kivették a részüket a munkából. Hóembert csinálok fonalból. És hogyan készül egy ilyen hóember fonalból? A fonalat addig rakom egymásra, hogy gömb legyen belőle. És esetleg megvan az, hogy kinek csinálod ezt a képeslapot? Még nincs. Rendben, most megkérdezzük a testvéredet is. Te mit csinálsz, hogy látom, hogy rajzolsz? Hát egy ilyen tájat szerettem volna, amin ilyen házak vannak, és itt lesz majd egy ilyen nagy karácsonyfa feldíszítve. Meg majd ilyen kisebb fenyők is lesznek. Ó, ez nagyon szuper. És te mit gondolsz, jobb az, hogyha kézzel készítünk ajándékot, mint hogyha valahol megvennénk? Igen. És neked erről milyen véleményed? Igen, már személyesebb. Az adventi időszak szerepe elsősorban az, hogy felkészüljünk a közelgő karácsonyra. Ebben a szellemben igyekszünk feldíszíteni a közvetlen környezetünket is, és lélekben is igyekszünk az ünnepekre hangolódni. A szeretet ünnepe a gyerekek számára a nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy minden családban a felnőttek elsősorban az ő számukra igyekeznek nagyon kellemes légkört teremteni, és természetesen a szép dolgok a felnőttek esztétikai érzékét is megmozgatják, és úgy gondolom, hogy az, hogy a környezetünket szépé tegyük, vagy valamilyen apró ajándékkal a gyerekek egymást és a szüleiket megajándékozzák, az nagyon fontos, az összetartozás érzését erősít. Azok, akik még nem vettek ajándékot karácsonyra, az imént látott példa alapján még bátran belefoghatnak saját kezüleg készített ajándékok gyártásába. Egy szeretettel készített ajándék sokszor nagyobb sikert arat, mint egy drágán vásárolt tárgy, hisz ne feledjük, a karácsony elsősorban a szeretet ünnepe. Könyvbemutatót tartottak a Barcsi Városi Könyvtárban, ahol egy egészen érdekes hármassal találkoztunk, egy újságíróval, egy református lelkésszel és egy katolikus pappal. Hogy mi hozta őket össze? A hit, s hogy miről beszélgettek? Százfalvi László nyomtatásban megjelent interjú kötetéről, melynek szerkesztője Lőrinc Sándor volt, a bemutató moderátora pedig dr. Rumszauer Miklós, kaposvári atya, a Hittudományi Főiskola tanára. Zenés műsor a Barcsi Városi Könyvtárban a Mustármag együttessel egy könyvbemutató bevezetéseként. A könyvbemutató főszereplője egy beszélgetős könyv Százfalvi Lászlóról, az országgyűlési képviselőről, a református lelkészről, a magánemberről, hisz ezek egymástól elválaszthatatlan szerepek, mindegyikben benn van mindegyik maga a személyiség. A bemutatott könyvben megjelenik a politikum, a közélet és a gyermekkor is, valamint a mához vezető út,
egésze szinte. Régóta foglalkoztatott ez a gondolat, meg is jelent már tulajdonképpen előtte két könyv, de az csak egy ilyen összegző könyv, tehát interjúkat, beszédeket, prédikációkat tartalmazó két könyv volt. Ez a könyv, ez meglepetés volt számomra, mert Lőrincz Sanyi keresett meg engem, hogy csináljunk egy ilyen könyvet, és igazából véve, hogy mondjam, egy nagyon nagy kihívás volt, ugyanakkor egy óriási öröm volt, amikor a kezembe vehettem, mert ez úgy gondolom, hogy egy közös alkotás. Lőrincz Sándornak ez már a 18. kötete, mely a Kairosz kiadóban megjelenő sorozat 4. eleme. Jó pár közéleti rendezvényen találkoztam Lacival, és valamilyen módon azt érzékeltem vele kapcsolatban, és szinte sugárzott róla az, hogy egy hiteles ember, egy hiteles politikus, tehát egy református lelkész legyen is hiteles ember, én azt gondolom. És jött az ötlet, és rögtön igent mondott. Sanyit régóta ismerem, az értékrendünk is közel áll egymáshoz, és végül is nagyon-nagyon jól együtt tudtunk dolgozni ebben a munkában, és igazából ez egy ilyen közös öröm is tulajdonképpen, hogy a végére jutottunk, és az is egy közös öröm, hogy együtt tudjuk bemutatni ezt a könyvet. A könyv bemutató 4. állomása Csurgon, Nagyatád és Marcali után Barcs. Minden állomáson együtt van a főszereplő és a szerkesztő, valamint Rumszauer Miklós atya, mint moderátor. Ő mondta el, hogy Százfalvi László könyv szeretne lenni, de maga a könyv utal arra, hogy több nagy álma közül az egyik az, hogy könyvekkel foglalkozhasson, az más kérdés, hogy milyen formában. Az írás, a könyv megjelentetés, könyvkiadó létrehozása nagyon időigényes elfoglaltság, de amikor eljön az ideje, szeretne majd többet foglalkozni az írással, bár az írás jelenleg is szinte életforma Százfalvi László esetében. Gimnazistaként volt egy olyan időszakom, amikor verseket írtam, novellákat írtam, sőt szobrászművész is szerettem mondani, szobrokat is készítettem egy időben. Voltak ilyen időszakok, hogyha lehet így kifejezni. És egyébként pedig hát ugye kvázi valóban egy lelkész, az egy író ember, mert rengeteget kell írni, meg volt egy időszak, amikor tanulmányokat is írtam, amikor kicsit több időm volt. Az időnek most ugyanis kicsit szűkében van. Ezt a könyvet is úgy tudták kivitelezni, hogy elektronikus úton érkeztek a kérdések, majd mentek a válaszok. Az izgatott leginkább, hogy a hitét hogy tudja hitelesen megélni a parlamentben, és a parlamenti munkán kívül a családban, milyen hobbiai vannak, mi az, ami pihentetőül hat az ő számára, hogy ünnepeltek gyerekkorban, hogy ünnepelnek most a család, hogy ünnepel, és mennyire általános az, hogy egy lelkésznek lelkész né a felesége, de lelkész nő is a felesége, mert hogy Judit asszony ugye református lelkész, nem irigyek egymásra. Tehát nagyon sok érdekességet próbáltam feltárni az ő életéből, múltjából és a mindennapjaiból. Nagyon megható volt számomra az, ahogy ő a Magyar Szent Koronáról beszél, amikor ő belépett a parlamentbe, és református létére megáll és fejet hajt a Szent Korona előtt. Nem minden református mondja ezt el. Tehát én az interjú, a beszélgetőkönyv után sem csalatkoztam, mert még inkább beigazolódott az, hogy valóban egy hiteles politikus Százfalvi László, bárcsak nagyon sok ilyen politikusok lenné. A Miért hiszek könyvsorozatban megjelent Belső iránytű című könyv a Barcsi Városi Könyvtárban érhető el. 10. alkalommal rendezték meg a Barcs Kupát a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központban. A szombati versenyre több mint 150 versenyző nevezett. A BVSE úszó szakosztálya az idei évben is jól teljesített, és elégedetten kezdhetnek neki a jól megérdemelt téli pihenésnek. Szombaton délelőtt a verseny szellemé volt a főszerep a Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ uszodájában, hiszen a Barcs kupáért ugorhattak vízbe a környék úszói. A sportesemény gazdag múltra tekint vissza, hiszen korán sem ez volt az első alkalom, hogy a szervezők lebonyolították a sporteseményt. A Barcs kupát így már 10. alkalommal rendezzük meg. 10 egyesület fogadta el a meghívásunkat, 155 versenyző nevezett erre a versenyre. Egy versenyző körülbelül 2-3 versenyszámban indul. A versenyszámokat a 25 méter, 50 méter és a legnagyobb távunk a 100 méteres távok teszik ki. A versenyünknek a célja,
hogy felkészüljünk a diákolimpiára, minél több gyerekünk versenyzési lehetőséghez jusson. Azok is, akik nem A kategóriás versenyzők, mivel őneki kevesebb a versenyzési lehetőségük, és egy felkészülési ciklus végén vagyunk, így meg kell, hogy lássák az edzők és a versenyzők is, hogy hol tartanak a fejlődésben. Bár elsősorban az úszásé volt a főszerep, az ilyen versenyek a közösség összekovácsolódását is elősegítik. Ugye a Barcskupa nem egy a Magyar Úszószövetség által gondozott verseny, hanem egy a körzeti úszócsapatok számára megrendezett megmérettetés, ami tulajdonképpen egy a téli pihenő előtt való verseny, amiben megnézhetik a gyerekek, hogy mit tudnak, az edzők elhozhatják őket, és egy nagyon jó közösség, nagyon jó verseny tudunk itt szervezni mindig. Viszont mielőtt a barcsi úszók megkezdhetnék a jól megérdemelt téli pihenőjüket, még részt vesznek a kaposvári cikluszáró versenyen. A Barcskupa eredményei alapján jól állnak a felkészüléssel, és van okuk reménykedni az eredményes szereplésben. Nagyon elégedett vagyok, egyéni csúcsok is születtek, nagyon ügyesek voltak a gyerekeim. Úgyhogy remélem, hogy a következő számokban is ugyanígy fognak teljesíteni. Az edzők által elvárt eredmények nem maradtak el, ugyanis a versenyen a barcsi úszók 16 arany, 10 ezüst és 5 bronzérmet szereztek. Női abszolút győztes Kovács Nóra, a férfi abszolút győztes pedig Kacs Máté lett. 4 éves korom óta úszok, azaz 11 éve. Most a mai napon mindenbe indultam, pillangó átmel gyors, vegyes. A legjobb eredményem eddig a diákolimpián való országos döntő volt. Igaz, csak 18-at lettünk, de az a lényeg, hogy kijutottunk. Igazából megmozgat, az mindent megmozgat az egész testedet, és jó alkatod lesz tőle, meg hát valamit kell csinálni szabad időnkbe. A téli pihenő után a BVSS sportolói újult erővel vetik majd magukat a vízbe és a munkába. Megkezdődtek a küzdelmek az idei 7 csapatos teremlabdarúgó bajnokságban. A szombati első fordulóra közel 50-en voltak kíváncsiak. Ez alkalommal 4 csapat lépett pályára, és gólgazdag mérkőzéseket hozott a nyitány. A téli időszakban az ort időjárás miatt sokkal korlátozottabbak az aktív sportolók lehetőségei. A barcsi futballisták a szabadtérről ilyenkor a sportcsarnokok falai közé szorulnak, ám ez a kényszerű helyzet új lehetőségeket is teremt. A barcsi teremlabdarúgás éppen ezért több éves múltra tekint vissza. Ez már nagyon régi történet, amióta a labdarúgás van tulajdonképpen Barcson, folyamatosan szeretik a labdarúgást, és 84-ben építették ezt a csarnokot, a Deák Ferenc sportcsarnokot, és tulajdonképpen 85-től már terembajnokságot rendeztünk, és ünnepi kupákat, különböző teremtornákat, úgyhogy egyre népszerűbb volt a teremlabdarúgó bajnokság, és nagy létszámmal rendeztünk már, mint csapat létszámmal. Sajnos az utóbbi időben de egyre kevesebb csapat nevez a bajnokságra. Hát ennek több oka van, akár lehet társadalmi, gazdasági és egyéb családi dolgok is lehetnek, de összességében annak örülök, hogy ismét sikerült beindítani idén a bajnokságot. 7 csapat nevezett az idei bajnokságra, és minden héten, tehát hétről hétre játszanak, tehát hétvégeken itt a Deák Ferenc sportcsarnokban. Lesznek olyan fordulók, amikor dupla forduló van, van olyan forduló, tehát a most induló forduló, tehát 3 mérkőzés az első 2 fordulóban, és utána pedig dupla fordulókkal megyünk. A teremtornák sorozata már decemberben elkezdődött a Mikulás kupával, ahol az urakon kívül a női labdarúgók is összemérhették a tudásukat. Január elején a 35 év feletti játékosoké lesz a főszerep, február közepén pedig a foci farsang rajtól, így egész télen biztosított a játék lehetőség a terem foci szerelmeseinek. A teremlabdarúgás népszerűségét az is mutatja, hogy a résztvevők lelkiismeretesen állnak a bajnoksághoz. Komolyan veszik a csapatok, várják is ezt a játékot, annál is inkább, mert az őszi szezon befejeződött, most már ugye a téli időszakban vagyunk, és nagyon sokan szeretnek játszani, és azok, akik az egyesületekben játszanak, tehát a szövetségi bajnokságban, azok is most bekapcsolódnak a terembajnokságba. Most szombaton az Averman és a Grandi Ragazzi összecsapásával indult a bajnokság, majd pedig az Old Gold és a Texas mérhette össze az erejét. A csapatok összetétele igencsak változatos,
Ám egy közös biztosan van bennük, ez pedig a futball szeretete. 5. éve indulunk ezen a bajnokságon. Hát igazából azért indultunk, mert szeretünk focizni. Egy összeszakott társaságról van szó. Sajnálatos módon nem minden évben ugyanaz a kerettel indulunk, mert egy pár ember megy ide-oda, és ezáltal nagyon nehéz az összeszokottság, így az eredmény is nagyon változó. Idén az a célunk, hogy az első háromban benne legyünk, mert úgy érzem, hogy nagyon jó a keretünk. Elég sok emberrel tudtunk erősíteni idén, aminek nagyon örülök. Ez meg is látszott a múlt heti Mikulás kupán, ahol nagyon jó eredményt értünk, ami második helyezés. Ennek nagyon örülünk. A csapat úgy jött létre, hogy baráti alapon. A terembajnokság lényege az, hogy a játékosok a téli időszakban is megőrizhessék a kondíciójukat, ám a szórakozás és a szórakoztatás sem elhanyagolható szempont. A tornára egyre többen érkeznek családostul. Van, ahol a család főfocizik, de akad olyan is, aki az unokáját kísérte el. Terem focira miért van szükség? Hát egyszer az, hogy a fiatalságot lekötik. Ugye nem az utcán vannak, nem szüllenek, hanem inkább sportolnak helyette. Nekem ez jó, tetszik hát a dolog. Szombaton végül az Old Gold 7-4-re verte a Texast, az Averman pedig szintéhetetlőt 3 ellenében a Grandi Ragazzi csapatának. A következő alkalommal már pályára lépnek az olasz görények és a Moli Rouge játékosai is. Ennyi fért e heti krónikánkba, nézzük még egyszer röviden, mi mindennel foglalkoztunk a mai műsorban. Az édesanyja szerint a legnagyszerűbb érzés, hogy a helyiek támogatják Éber Kómás lányát. Jótékonysági estet tartottak a művelődési központban. A szakmák jó részéről alig tudnak valamit a fiatalok. Szakma mustra és előadások segítették őket az Európai Szakképzési Héten Barcson is. Nem mind arany, ami fénylik, sokan a kézi készítésű ajándékokat részesítik előnyben, nekik is adtak tippeket Drávaszentesen. Horváth Misélvel kezdődött a közmeghallgatás, és kultúráért elismerést kapott a Barcsi Horváth Nemzetiségi Önkormányzat Podravina Hagyományőrző Egyesülete. Furcsa hármas a könyvtárban. Hitről, politikáról és életszemléletről is beszélgetett a politikus, az újságíró és a plébános. Utolsó csobbanás a téli pihenő előtt, a Barcs kupáról éremesővel mehettek haza a helyi úszók. Barátság, játék és gólok 7 csapattal elrajtolt az idei teremlabdarúgó bajnokság. A Barcsi Krónika ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, de továbbra is számítunk javaslataikra, így a képernyőn látható elérhetőségeken kapcsolatba léphetnek majd velünk, és felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy csütörtökön, december 15-én este a képviselő testület soros ülését láthatják majd felvételről. Friss Barcsi Krónikával pedig egy hét múlva a szokott időben jelentkezünk. Viszontlátásra!